Ági Ilona, köszönöm szépen, és hát ott tartottunk, hogy elvitte a sót a Sztori Gálán. Nem szándékoztam, ez egy viszmajor volt. Mi volt a probléma az estéruhával? Mert hogy a fiatal tervező azt állítja, hogy ő nem adta oda önnek, ön pedig azt állítja, hogy nem figyelt oda, nem volt jó az osztály, nem volt jó a gallér, és a többi, és a többi. Mi történt valójában? Az igazság, nem is értem, hogy lehet erről beszélni, mert annyira érdektelen ez az egész. Az érdektelenség alatt értem, először is nem óhajtok reklám, ingyen reklámot csinálni a tervezőnek, mert egy abszolút együttműködésre alkalmatlan tervező. Ugyanis olyan, annyira nem volt kompromisszumképes, hogy egy mondatomat, véleményemet vagy hozzászólásomat meghallgasson, nem hogy kivitelezze. És olyan kreációval állt elő, ami egy divat fotózásra alkalmas, de a Sztori Gálára, hát ahol az ember közlekedik, a ruhában nem lehetett se ülni, sem állni, lépcsőn menni, vonulni, egyszerűen lehetetlen lett volna, enni, inni, arról nem beszélve, hogy a törött kezemmel megfogni egy több kilós uszályt, és több méteres uszályt, és ezt ott hurcolni, ott a több száz futómenő sztároskák, vagy sztárok, bocsánat, között, hát szóval nem teszem magam nevetség tárgyába. Miért nem vette ezeket figyelembe? Az egy öntörvényű fiatal, 21 vagy 22 éves, nem tudok mit mondani, narcisista tervező, akinek a legnagyobb baja, hogy borzasztó buta. És a butaság ellen nincs orvosság. Most Porigan azt se tudta, hogy ki a Gina Lollobrigida. Az ő korában, ebben a hivatás szeretettel, amit ő állítólag mond magáról, hát szóval ez már minősíti. Ne. Szóval itt no comment. De Medvecki Ilona, a nagybetűs díva, miért megy el egy 21-22 éves tervező? Én? Ő keresett föl tavaly is, idén is. Ismétlem, ő keresett és ő hozakodott elő, hogy viseljem idén is a ruháját. Már tavaly is problémák voltak vele, mert nem egy egyszerű eset. És ő meri azt kijelenteni, hogy én rendeltem meg a ruhát. És én nem fizettem ki a ruhát, hát van nekem szükségem, ott állnak százával a divat, hát az estei ruháim, amit a szombatesti lázban minden ruhát a 28 adáson keresztül saját ruháimba léptem föl. Hát van egy múlt mögöttem, miből kifolyólag én nem szorulok egy divattervezőnek a ruhájára, de neves divattervezőink ajánlották fel a ruháikat, és nem akartam, hogy konfliktus legyen ez a kis divattervezőcske és a komoly divattervezők között, ezért nyúltam utolsó pillanatban ehhez a ruhához. Tehát ez egy viszmajor. De nem is beszélt vele azóta? Ő az elköszönő levelében közölte, hogy olyan média botrány csinál körülöttem, amit csak lehet, és hogy neki ez sokkal többet jelent, mint az, hogy én a Sztori Gálában megjelentem, éj-e a ruhájába, vagy sem. Tehát itt van. Hát de ki sem mondtuk a nevét. Hát nem is fogom, soha. A számomra így lehúztam a redőnyt, és azt is elfelejtem, hogy valaha létezett. És milyen ruhába ment végül? Hát ez a ruha, ez egy 35 kilós, 2000 méteres Swarovski kristályból csinált színpadi ruha, amit 70-ben egy élő adásban, szilveszteri adásban a Vidám színpad, a Víg Színházban a Singing in the Rain-t énekeltük, táncoltuk az opera tánckarával, és már csak, hogy stílusos legyek, ez a smoking volt rajtam, ez a fehér smoking, természetesen cilinder és esernyő, és a Gene Kelly-nek a Singing in the Rain-je ment, és volt 30 másodpercem, hogy ebbe a ruhába, csak akkor ilyen picike kis szoknyája volt, átöltözek, tehát a ruha ez a smoking alatt volt.